fel kell állnom, és meg kell mutatnom, és küzdenem kell, és nem feladni. Feladni a legegyszerűbb igazából, mert akkor már rögtön vesztettem. Köszönöm, szia! Picit a vállamat előrébb. Melyiket? Ezt? Igen, légy szíves. Oké. Okay. Jó minden? Jó. Mehet? Aha. Ez a között lejött. Jó. Oké. Okay. Szuper. Mehetünk. Ami leginkább hiányzik igazából a mostani életemből, az a szabadság. Az, hogy gyakorlatilag ugye a tolószékhez vagyok kötve, illetve másokra vagyok utalva. A jobb lábfejemet nem tudtam rendesen sarokra állítani, ez volt az első ilyen tünet. Nem jutottam előrébb itt Székesfehérváron a neurológiai kivizsgálással. Ezután mentem Pécsre, ahol gyakorlatilag felállították ezt a diagnózist. Utána gyakorlatilag ebben a tudatban küzdöttem tovább. Ez egy gyógyíthatatlan izomsorvadásra járó betegség, ahol a mozgató idegsejtek károsodnak, illetve pusztulnak el idő előtt. Nem tudom akaratlagosan mozgatni a kezemet, a lábamat, és ezek bénulnak le. Tehát csak az akaratlagos. Ami akaratomon kívül van, az minden épp marad. A statisztikai adatok alapján azt mondják, hogy 3-5 év a túlélési esély, és gyakorlatilag ez ahhoz vezet, hogy a végén a légzőizmok gyengülnek le annyira, hogy tehát nem tud az ember lélegezni. Az édesanyám, amikor kimondták ezt az ALS diagnózist, ő teljesen tehát összeroppant, ő zokogott gyakorlatilag, én vigasztaltam meg akkor is, és ő csak azt kérdezgette, hogy miért pont velünk történik ez az egész. Most jelenleg ott tartok, hogy igazából a kezeimet tudom még valamilyen szinten használni, de nagyon gyengén már. Tehát így például a számítógépnél már a billentyűt se tudom kezelni, hanem csak az egeret. A lábaimat azt nem tudom használni, viszont az az érdekesség, hogy itt a mögöttem álló eszköz, ami a segítségemre van, ez a függesztőrács, gyakorlatilag ott a kezemet és a lábamat is aktívabban tudom mozgatni. A lábamat, a kezemet felfüggeszti a gyógytornász, és ebből úgymond kikapcsolja a gravitációt, tehát súlytalan helyzetbe tudom mozgatni a kezemet, lábamat. Másfél év után meglett egy genetikai vizsgálat eredményem, ezt az ALS betegséget beigazolta, hogy ez negatív, tehát nem ez a diagnózisom. Hanem? Nem tudjuk. Megyek Bécsbe egy speciális vizsgálatra, meglátjuk, hogy az mit mutat. Gyere, Manó! Gyere! Gyere, Koka! Gyere! Szia! Gyere! Gyere, Manó! Gyere! Gyere, szia! Ő gyakorlatilag velem alszik, tehát hozzám bújva alszik. Ő az én kis lelki társam. Igazából annyi szeretetet és annyi törődést, hűséget ad, hogy egyszerűen elmondani nem lehet. Hogy fogod szegény? Most így jött össze. Azelőtt, mikor még nem volt velem semmi és egészséges voltam, nagyon jó barátaim voltak, azok egy az egybe eltávolodtak ezáltal, hogy ez kiderült ez a dolog, és azok a barátaim, akik mondhatni, hogy barátaim voltak, mondjuk az évek során egy kicsit külön vált az utunk, és távolabb kerültünk egymástól, azok meg így visszatértek. Körülbelül 18 éve barátok vagyunk. Egy iskolába jártuk ide, a szomszédba, általános iskolába. Valamiért voltam itt az Ottónál, és elbúcsúztunk, és ő ment befele, akkor még egyedül be tudott menni bottal. És olyan bizonytalan volt a járása, és akkor így volt bennem egy ilyen ihlet, hogy valahogy segíteni akarok. Valahogy, bárhogy. Én már régebben is jártam mindig Budapestre előadásokra, és kitaláltam, hogy elviszem magammal, kimozdítom. Mert előtte folyamatosan itthon volt, bezárva. Most, hogy így alakult a helyzet, most már a napi fürdetésben is kell segítenem. Én például múltkor sírtam, hogy annyira örültem neki, volt egy olyan pillanat, hogy van egy ilyen ember, akire számíthat. Egy, két, há. Oké. Kis tínézser korom óta ismerem Ottót. Most az, hogy elmegyünk közösen vécére, ez egy tök alap dolog. Persze, hát most ez van. Tehát ez nem teher, nem volt furcsaság. Ebből a tolószékkel nem tudok ugye itt a fürdőszoba ajtón közlekedni, mivel nagyon keskeny és nem férhető. És ezért szükséges az, hogy a fürdetőszékkel közlekedjünk, amiben viszont
két embernek át kell tennie. Július előtt még az édesanyám egyedül be tudott vinni engem a fürdetőszékhez, és beleültetni, most már ez nem működik. WC-re, hogyha kell többször, ez a megoldás, mert sajnos másképp nem működik már a dolog. Felültetés, igazítás és emelés. Így megyünk tovább. Eddig egyedül csináltam mindent, a fürdetéstől, tehát tulajdonképpen mindent. A kocsiba berakást is, de most már egyedül semmi nem megy. Tehát én is elfáradtam, erőllétem már nem úgy bírja, mert egyszerűen ez a 43 kiló, ami az Ottó most jelen pillanatban, sajnos többet érzek. Tehát teljes magatehetetlen test, ami tulajdonképpen nem tud segíteni semmibe sem. Nagyon sokat sírok ezáltal, mert látom azt, hogy mivé lesz a gyerekem. Tehát az, hogy milyen volt, és most, ahol tartunk, én nem is akartam ebbe belegondolni, tehát ez nekem számomra felfoghatatlan. Megmondom őszintén, hogy segélyekből élek. Az édesanyám még amennyit tud dolgozni, egy 4 órásban ő még takarít. Szeretnék a tolószékből felállni, és hát megmutatni az országnak, a világnak azt, hogy ez működik és lehetséges. Ahogy az Ottó viseli ezt az egész dolgot, meg ahogy így küzd, az szerintem példamutató mindenki számára. Hiszen benne, hogy ő fel fog tudni állni. Ennek nem lehet szomorú kimeneteli a vége. Meg akarom találni Magyarországon azt az orvost, aki azt mondja, hogy igen, Ottó, én ebből a kortörténettel, ami neked van, és ebből a helyzettel tudok neked segíteni, és segítek neked, és kiállok melletted, és végigcsináljuk. Ha most egészséges lennék, akkor mindenképpen arra törekednék, hogy egyrészt dolgozni tudjak, másrészt autót vezethessek, mert azt imádtam nagyon, harmadrészt pedig arra törekednék, hogy legyen egy stabil párkapcsolatom, és családot alapíthassak.